A következő kísérletben ólomjodid oldhatóságát fogjuk megvizsgálni. Az ólomjodidot, ólomnitrát és káliumjodid oldat segítségével fogjuk előállítani. Az ólomnitrátot látjuk, hogy szintelen, a káliumjodid, ami a pipettában van, szintén szintelen. A két szintelen anyag reakciója során nagyon szép, sárga színű csapadék válik le. Ez a csapadék, ez az ólomjodid csapadék. Az ólomjodid vízben rosszul oldódik, de a hőmérséklet növelésével az oldhatósága nő. Ezért a kémcső tartalmát megmelegítjük. Melegítés hatására figyeljük meg, hogy hogyan változik az oldat színe, és hogyan változik benne a szilárd anyag mennyisége. Ahogy melegszik az oldat, egyre kevesebb a szilárd halmazállapotú ólomjodid, és egyre inkább feloldódik a csapadék. Ha a csapadékot teljesen feloldottuk, ezt követően újra leválaszthatjuk a kristályokat, hogyha az oldatot lehűtjük. A hűtést jeges vízbe fogjuk majd elvégezni, de ahhoz, hogy az oldat lehűljön, ahhoz több időre lesz szükségünk. Látjuk, hogy melegítés hatására szintelen oldatot kaptunk, a csapadék feloldódott. Jeges vízbe rakva az oldatot lehűtjük. És ha az oldat lehűlt, akkor ismét leválik az ólomjodid szilárd anyag, hiszen hideg vízben rosszul, meleg vízben nagyon jól oldódik. A levált anyag szerkezete megváltozik, hiszen a kristályosodáshoz elegendő ideje lesz, és így csillogó ólomjodid kristályokat kapunk. Ezek az ólomjodid kristályok hasonlóan felkavarhatók és csillognak, mint az aranyeső, ezért szokták az így levált ólomjodidot ólomjodid aranyesőnek nevezni. Ha nyugalomba hagyjuk, akkor leülepedik, és szépen csillog.